1947-ben ezen a napon jogellenesen tartóztatták le a szovjet hatóságok Kovács Bélát, választott országgyűlési képviselőt, a Független Kisgazdapárt korábbi főtitkárát, és hurcolták el a Szovjetunióba. Ez a durva, a magyar szuverenitást sértő lépés, bár kiválóan jelképezi, hogy milyen módszerekkel dolgoztak a kommunisták, azonban nem ez volt az első, és korántsem ez volt a legerőszakosabb cselekedet, amit véghez vittek. Hogy az egész ország, úgy Sopron is 1919-ben már találkozhatott először a proletár diktatúrával, és a bolsevizmus eszmének gyakorlati megvalósulásával, brutális túlkapásaival. Utóbbi jegyében végezték 1919. július 4-én Szántó Róbert főhadnagyot és Fenes Rezsőt a Soproni Szent Mihály temetőben. És bár a 133 napos rémuralom véget ért, a kommunista diktatúra alig több, mint két évtizeddel később immár hosszú távon rendezkedhetett be az országban. Barbársága mit sem változott a forradalmi erőszak és a terror szükségességét valló gyilkos eszmének. 1948-ban a Szántó és Fenes emlékére állított síremléket Csákányon zúzták szét. Sopron ekkora már bűnös városnak minősült a kommunisták szemében, hiszen lakosságának vallásossága, hagyomány szeretete, polgári és önállóan gazdálkodó életmódja útjában állt Lenin és Sztálin követőinek. A német ajkú lakosságot a II. Világháború után kollektív bűnösséggel bélyegezték meg, sokakat Málenki robotra hurcoltak vagy elüldözték őket, százezrekkel együtt kitelepítették szülőföldjükről. Az 1945 utáni években fokozatosan különböző jogszabályokkal, megtorló intézkedésekkel fosztottak meg százezreket állásuktól, tulajdonuktól, otthonuktól, szavazati és más szabadságjogaiktól. Emlékezzünk a kuláklistákra, a TSZ-ekbe kényszerített kisemmizett parasztemberekre, szőlősgazdákra, az osztályjelenségi nyilvánított polgárságra, az elhallgatott értelmiségre, az üldözött papokra és lelkészekre, a kényszermunkatáborokba hurcoltakra, a továbbtanulástól megfosztott fiatalokra, a sorozatos megtorlások áldozataira, az 1956-os forradalom során elesett hőseinkre, a kádári megtorlás áldozataira. Aki szembeszállt a kommunista diktatúrával, vagy egyszerűen csak őrizni kívánta hagyományos értékrendjét és életmódját, előbb-utóbb útjában állt a rendszernek. Azonban mindig akadt, aki vállalta ezt a kockázatot a szabadságért, a függetlenségünk visszanyeréséért. Ilyen volt a nagymúltú soproni főiskola közössége is. Az akadémisták, Bánya és erdőmérnök hallgatók többször bizonyították a történelem során, hogy méltó helyük van a hazáért, a magyar szabadságért küzdők soraiban. Kivették részüket az 1848-49-es szabadságharcból, és ott voltak a rongyos gárda tagjai között, akik először törték meg a trianoni békediktátum bilincsét. Az első között mutatták meg, hogy Sopron igenis a hűséges polgárok városa. 1956-ban az egyetemistákat pedig ismét a szabadságért folyó küzdelem közben látjuk, ahogy Sopronban a MEFESZ tagjai élére állnak a forradalmi eseményeknek. Közülük is számosan váltak áldozatává a kommunista diktatúrának, szenvedték meg a börtönöket, menekültek el hazájukból és a megtorlás elől. Az áldozatokra való emlékezés azonban nem pusztán azért fontos, mert tiszteljük és szívünkben őrizzük azoknak az emlékét, akik nem ritkán életükkel fizettek azért, amit képviseltek. Az áldozatok történeteiből meríthetünk erkölcsi erőt, és a múlt ismerete a jelenben is segíthet minket abban, hogy felismerjük azokat a folyamatokat, melyek vezettek a 20. századot árnyékba borító embertelenséghez. Vigyáznunk kell, ugyanis bár a kommunista diktatúra megbukott, a Szovjetunió megszűnt, de a kommunizmus eszméje továbbra is jelen van, és csak a múlt ismerete, az emlékezés segíthet abban, hogy újra és újra figyelmeztessük a veszélyeire. Ahogy Zadravec István 1919-ben Szegeden tartott beszédében fogalmazott, a régiek életmesterének nevezték a múlt történelmét. Historia magistra vitae. Igen bölcsen tették ezt, mert a jelen átláthatatlan, a jövő sötéten bizonytalan, tehát csak a múlt adhat oktatást és irányítást az élethez. És annál inkább magister vitae lesz a múlt, minél hozzá hasonlóbb a jelen vívódásaival, kételyeivel és problémáival.